adventi koncertek azért nagyon emlékezetesek számunkra, és hát én azt hiszem, hogy a közönség számára is, mert hogy nagyon különleges és bensőséges hangulatot lehet teremteni, és igazából az a fontos, hogy, karácsony előtt olyan sok mindennel el vannak foglalva az emberek, minden mással, mint amivel kellene igazából törődni, egy picit a, az advent szó is magában foglalja azt, hogy, ráhangolódni, készülődni az ünnepre, és én azt hiszem, hogy, a nagy rohanások közepette sok embernek rajtunk kívül is jól esett ez a koncert, hiszen egy picit lélekben tudtunk tényleg az ünnepre készülni és arra koncentrálni. Nagyon jó érzés volt az, hogy, családok jönnek el együtt. Tehát, hogy itt nem megosztjuk az embereket, és nem megosztjuk a családokat, és ez nem egy program, amire csak a nagymami jön el, vagy az unoka, hanem, együtt az egész család. És hát amikor közös éneklés az, van, az, külön, még ilyen hátborzongatóan szép, és minden helyszínen van gyerekkórus. Tavaly inkább az ország kereti részén voltunk, plusz Kecskeméten, most ez abszolút országos, tehát Nagykanizsától Hódmezővásárhelyen keresztül Miskolc, és, Budapesten két állomás december 19-én, illetve két időpont, egy állomás. Ez délután 4-kor és 7-kor is elénekeljük a darabot, illetve eljátszuk, és a délután 4 órás koncertet azt abszolút ilyen kis családi programnak szálljuk. Egyébként minden időpontnál, a vidéki helyszíneken is figyeltünk arra, hogy ahol csak lehetett, és mi se, és egyebek nem ütköztek a programunkkal, ott 6 órai kezdés van, hogy, jöhessenek gyerekek is, meg mindenki, aki normális időben szeret lefeküdni. Egyébként nagyon izgalmasak ezek a, helyszínek, nagyon fontos a hangzás. Tehát azért is szeretem ezeket a koncerteket, mert itt igazából tényleg a zenével lehet varázsolni. Ugye volt olyan helyszínünk például Miskolcon, hogy hát mindenhol voltak emberek. Jól kitömtük a, azt a, templomot, és tényleg voltak, akik mögöttem, a hátam mögött, meg mindenféle oszlopok eltakartak minket, és hát azokra az emberekre nyilván akkor tudunk hatással lenni, főleg jó hatással, hogyha, szép a hangzás is. És jó hangzás, és ebben nagy szerepe van a, hangmérnökünknek, akivel dolgozunk már 9 éve, Erekes Tibor, és ő abszolút tudja azt, hogy, mit kell, és hogyan kell ahhoz, hogy mindenki jó legyen, de ami nagyon fontos, hiszen ez mindig egy központi kérdés a hangzás, hiszen egy koncerten az ember szeret szépet látni, na, de nagyon fontos az, hogy mit hall, és ugye mindig az az első kritika, amit az ember kap, hogy jól szólt, vagy nem szólt jól. Utána jön az, hogy milyen volt a díszlet, milyen volt a ruha, meg a vendégek, meg a műsor, stb. De az első az, hogy hogy szólt, és az adventi turnéra soha és egyetlen egy panasz sem érkezett, úgyhogy mindig azt hiszem, hogy sikerült jól megoldani. Az adventi turnén tulajdonképpen ugyanúgy visszik a komplet zenekart, tehát van basszus, gitár, zongora, dob. Picit a hangzáson alakítunk a környezetnek megfelelően, tehát nem a, rockosabb verzióban, egy kicsit puhítva a lágyakban játszok a dalokat. Komfort érzetem van, tehát hogy nagyon jó énekelni ezeken a helyszíneken. Nem tudom, hogy ez igazából miért van, valószínű, hogy a hangerő miatt is, tehát hogy nem olyan hangos, tehát nem az a lényeg, hogy mindenki nagyon jó tekerje föl magát, és kicsit mindenki azért visszafogottabb, és úgyhogy énekes szempontból ezek a templomi koncertek nagyon ideálisak. Hát mind a personal monitor és mind a, mikrofont használunk, az, az Shure. Első vezeték nélkül mikrofonom is Shure volt 12 évvel ezelőtt, és szerintem nekem mindig Shure mikrofonom volt. És nekem olyan biztonságot ad ez a mikrofon, és annyira megszoktam azt a hangzást, és, technikailag is, tehát a hangképzésben iszonyúan segít, és, ezt kell a fülemnek hallani, amit ez a mikrofon ad. És volt egy tévéfelvétel, és ott valami, probléma adódott, és hát addig álltunk, amíg nem hoztak nekem egy ugyanilyen mikrofont, mert mondtam, hogy, lehet, hogy valahol egy koncerten azt mondom, hogy, eléneklek egy órát más mikrofonnal is, de főleg olyan tét koncerteken, aminek lesz nyoma egy kicsit még a televízióban, vagy hát ugye az interneten terjed,
azt mindenképpen ebben a mikrofonban szeretném. És hát azóta is mindig így problémázom kérdően, mert ilyen fej meg olyan fej, és én mindig az egyiket szeretném, és van olyan, ahol így nem lehet megoldani. És akkor mindig hát egy kicsit így hiszgetek, hogy de én azt szeretném, mert nekem az a hangzás kell, amit abból a mikrofonból megszoktam.